ezt úgy nevezik hivatalosan, hogy alkalmi bélyegzés. Ezt egyébként ugye ma van péntek, akkor péntek, hétfőked, szerda, csütörtök, 5 munkanapig fogja használni a főposta. Addig meg lehet kérni a postásokat, hogy az feladott leveleket, üdvözleteket, Mikulás leveleket ilyen bélyegzővel üssék le. Érkezett egy kérés egy kis sültól, szeretne kérni üdvözöllapot, és most írott neki egy választ. Bencének hívják, és Benni a Bence neve, és akkor ilyenkor megszoktam, hogy minden gyereket illik megköszönteni, úgyhogy kedves Benni. Válaszolt neki, hogy köszönöm, hogy írtál levelet, megnézem, mit lehet tenni az ajándék ügyében, mert ő egy kis vonatot kért ajándékba. Üdvözlettel, barátod, Mikulás. Így megy. Amikor ezt megírtam, akkor a postás kollégáktól kérek segítséget, és a postázó osztályon ezzel a bélyegzővel ütnek rá egy szép mikulásfejes emlékbélyegzést. Itt lehet látni oldalt. Így kerül feladásra. Lehet látni a bélyegzőn, hogy a középen megnézzük, hogy Szent Miklóson látható a kereszt a püspöki süvegjén. A postás kollégák segítettek nekem ilyen szép bélyeget összehozni, aminek az egyik fején van egy zöld bélyeg, a másikon pedig az én arcképem. A bélyeg az az idei karácsonyi postai bélyeg, egy nagyon szép zöld fenyőfát ábrázol, csak közönséges levélre lehet felhasználni, és gyűjtői értéke van. Tehát aki a Mikulástól szeretne kapni levelet, annak eszmény értéke van, mert ugye a Mikulás adta fel a leveleket. A bélyeggyűjtők, a fizetőisták pedig annak örülnek, hogy van egy olyan bélyegük, amin karácsonyi bélyeg van, és mellett a Mikulásnak az arcképe. Advent Page esemény sorozaton belül van egy képeslap és mézespáp kiállítás, itt a nagy postán előterében, ez a pécsi postapalotában. Polgár Zsuzsi mézesbábosnak az alkotásait lehet megnézni, valamint a pécsi mikulási jó magamnak a régi képeslapjaiból egy pár gyűjtemény, amit a gyerekektől kaptam, vagy éppen karácsonyra küldtem üdvözletet.